Hát Jyoti nővérnek szoktak hívni, azért, mert én egy fajta jóga szerzetes nővér vagyok. Az Út Íze meditációs és jóga életmód egyesületnek vagyok a magyarországi képviselője. Szanszkrit neve Ananda Marga, talán valaki így ismeri. Ez egy vallásoktól mentes, praktikus útja a belső kiteljesedésnek és a világ jobb átételének. Hogy ezt tanítom, és ennek keretében van egy sajátos projekt, amit elkezdtünk szervezni, egy vegetáriánus ökofalu. Az elmúlt hetekben realizálódott, hogy hol lesz, több mint valószínű, Nikla nevű faluban, a falu határában, ami a Balatontól 25 kilométerre van délre, úgy Fonyótól délre. Ott találtunk egy nagyobb legelőt, van pár hektárra adó erdő is, van egy nagy ház, ami rossz állapotban van, de az közösségi térnek megfelel, ha fel tudjuk újítani. És van egy működő biokert, amit az idős gazdái szeretnének átadni. Szeretnék, hogyha bio maradna, zöldség és bogyósok és gyümölcsök. Úgyhogy most a legsürgősebb, hogy ehhez találjunk társakat, hogy együtt tudjuk művelni ezt a kertet, ami 2,5 hektáron van, és kellene olyan ember is, akinek szakértelme van, tehát biokertész vagy bármilyen kertészeti végzettsége, hogy együtt ezt át tudjuk tőlük venni. Állattartás, ha valaki szeretné, és olyan módon tartaná vagy tejelő, vagy tojó állatát, hogy biztosítja neki a nyugodt életet élete végéig, tehát amíg természetes úton elpusztul. De, tehát ez egy vegetáriánus közösségnek készül, és állatok leülése nem fér bele. Azt jelenti, hogy ne legyen bennünk ártó szándék, ne ártsunk senkinek, se tettel, se szóval, lehetőleg gondolattal se. Ez egy ideál, amit igyekszünk mi is gyakorolni, de a jogának van 10 ősi, egyetemes, morális alapelve, és ezek közül az első az áhimsza. És mind a 10 nagyon szépen eligazítja az embert, hogy hogyan hozza meg a döntését, hogyan viszonyuljon másokhoz, a környezetéhez, önmagához, és hát a legbelső vagy legfelső lényekhez. Tavaly a koncepciót hoztuk, hogy egy ilyen komplex vidéki projektet szeretnénk létrehozni. Úgy neveztük, hogy a jövő társadalmának egy előőrse lenne. Tehát az ökológikus életvitel és a közösségi életben az egyetemes spiritualitás gyakorlása. Hát, hogy szeretnénk közösen meditálni, énekelni, mesét mondani például, és hát nyilván a közös étkezések, amiben esetleg néha a böjtök is beleférnek. Tehát egy olyan fajta életvitel, ami példát mutat a környezetnek. Mindezeken túl ez a projekt, amit a mozgalmunk világszerte létrehoz, úgy hívják, hogy Master Unit, hivatott Master Unit, vagy Mester Sejtnek fordítom magyarul. Tehát a jövő társadalmának egy ilyen sejtje, egy kis modellje hivatott lenni, és nem csak az ott lakók életét, életminőségét szeretnénk fejleszteni, hanem a környezetét is. Tehát egyre táguló sugárban a helyi embereknek segíteni, hogy helyi gazdálkodást, a helyi kapcsolódásokat, a helyi közösségek erősítését valamilyen módon egy ilyen erjesztő, katalizátor szerepet tölteni be a környéken. Az az igazság, hogy én kifejezetten olyan területet kerestem, ahol sokan élnek romák, cigányok, mert nagyon fel vagyok háborodva az orosz helyzetükön. Persze, hogy az az általános elfogy, hát ők tehetnek róla, az ő hibájuk, de
Én szeretnék egy olyan hosszú távon egy olyan modell oktatási programot kifejleszteni, már óvodáskortól, ami majd egy pár évtized után annak a gyümölcsei meg fogják cáfolni ezt az előítéletet, ami most. Én most végzem a óvodapedagógus főiskolát, és hát ez egy új oktatási irányzat, nagyon sok óvodánk, iskolánk van világszerte. Úgy hívják, hogy neo-humanist education, tehát neo-humanista, vagy új-humanista oktatásnevelés. Ez a humanista érzületnek a kiterjesztése az állat és a növényvilág irányába is. Tehát ez egy, mondhatjuk úgy, egy mély ökológiai alapelv. Az a humanista lelkület, hogy egy másik ember élete ugyanolyan értékes, mint a saját életem. Egy mély együttérzést és felelősségérzet egymás iránt. Ez az, ami a reneszánszban a humanizmus megjelenésével kialakult. És az új humanizmus, vagy neohumanizmus ennek a kiterjesztése, hogy egy általános ökológiai szemlélet a szeretet síkján, tehát nem csak intellektuálisan. És hát a kisgyerekek erre nagyon fogékonyak. Ők nagyon együtt tudnak érezni az állataikkal például. Úgyhogy egy oktatási program, amiben természetvédelmet tanítunk, ökológiai életvitelt tanítunk, a klímaváltozás ellenében szeretnénk hatni. És ugyanakkor szeretnék egy másik programot, kifejezetten a roma gyerekek számára, az a Kicsi Zöld Kalap program, ami segítene nekik, hogy visszanyúljanak a saját kulturális értékeikhez, a nagyon is jó hagyományaikhoz, hogy ne legyen számukra egy szükséges rossz a származásuk, hanem büszkén azonosuljanak vele, és egy plusz értéket éljenek meg. Péli Tamás, a nagy cigányfestő, aki a parlamenti képviselő is volt, ő mondta, hogy minden cigányembernek két aranypánt van a homlokán, az egyik a magyarsága, a másik a cigánysága. Tehát ez alapján, az elv alapján szeretnék neki segíteni, mert ezt hát a legtöbbjük nem hallotta. Számomra az, hogy Gyütment mostanában, az elmúlt öt évben azt jelenti, hogy aki a Gyütment Fesztiválon részt vesz, akikkel itt kapcsolódok, egy nagy fokú nyitottságot, rugalmasságot, életigenlést, jövőépítő lelkületet jelent. És ezt jelenti számomra. És hát azt is, hogy én is gyütmenté fogok válni a kis közösségünkkel, hogyha leköltözünk, vagy elköltözünk oda Niklára, a helyi emberek számára biztos, hogy gyütmentek leszünk, de olyan dolgokat szeretnénk oda vinni, meg velük együtt csinálni, hogy ez a gyütment állapot, ez nagyon rövid legyen. Vagyunk egyelőre egy maroknyian, és remélem, hogy a fesztivál végére két maroknyian leszünk.